Magyar tündérmesék. Kék szakáll. Volt egyszer egy város, Ferora, melyet három oldalról erdők vettek körbe, a negyedik oldalról pedig az óceán. Gyönyörű és hihetetlen eseményekről volt híres. Esküszöm, hogy igaz. Hajnalban, amikor odamentem, mit láttam? Egy hatalmas sárkányt! Mit? Egy sárkányt? Igen, illetve nem, de egy sötét árnyat láttam, ami olyan volt, mint egy sárkány. Csak az lehetett. Az erdő Ferora körül tele volt mágikus lényekkel. Többen azt hitték, hogy az erdő megvédi a várost, de voltak kételkedők. Apám, hová mész? Maradj bent, Anne. Látták egy sárkány árnyékát az erdőben. Elkapom és visszahozom az édesanyádat. Na de, apa, szerintem nem a mágikus lények miatt tűnnek el az emberek. Anya is hitt bennük. Meg is fizette az árát. Menj vissza. Anne jól értette apja félelmét. Édesanyja volt az egyik abból a hat asszonyból, akik eltűntek a városból. Rejtély, hogy mi történt velük. Anne apja az idegeneket gyanúsította, az anyja viszont másként gondolkodott. Ő egy nemrég érkezett nemes emberre gyanakodott, akinek a neve Kék Szakáll. Nekem ez a Kék Szakáll túl jóságos. Nem szabad hinni a látszatnak. Azért, mert nagy jó téteményeket tesz Ferorának. Nem biztos, hogy jó ember. Amióta ide érkezett, öt asszony tűnt el. És rá nem gyanakszik senki. Drágám, nyomozunk az eltűntek után, és meg fogjuk találni őket. De Kék Szakáll jó ember. A gonosz ott él az erdőben, amit te annyira szeretsz. A mágikus lények mások, mint mi. Vagyis ők rosszak. Nem a magunk fajtájától kellene félnünk, hanem tőlük. Azért, mert valaki más, mint mi. Még egyáltalán nem biztos, hogy tényleg rossz. De Anne apja nem tudta, hogy ennek is vannak érdekes barátai. Anne, olyan rég nem láttalak. Anne, van valami hír anyukádról? Nincs. Követtem Kék Szakállt, de nem találtam semmit. Én hiszek anyámnak. Attól, hogy Kék Szakáll közülünk való, nem biztos, hogy jó ember. Belestem az otthonába. Van egy lezárt szobája. Be kell jutnunk oda. Mi volt ez? Elrontottad a hasadat? Én mondtam, hogy ne egyél több tortát. Mi? Jaj, ne! Délután kopogtattak el ajtaján. Bejöhetek? Ó, hogy ne, felség, micsoda megtiszteltetés egy magamfajta szerény ember számára. Hallottam a felesége eltűnéséről, uram. Mélyen fájlalom. De most egy alázatos kéréssel jöttem önhöz. Hallottam Anne csodálatos lakberendezői képességeiről. Nem volna kedved felújítani a házamat? Ahol fogadásokat tudnék adni a kedves ferórai lakosoknak. Anne tudta, hogy ez jó alkalom, hogy bejusson a lezárt szobába, és azonnal igent mondott. Másnap Kék Szakáll fogadta Anne-t, és körbevezette a házban. Átadta a kulcsokat, kivéve egyet, a lezárt szobájét. Egy hétig most távol leszek. Biztos vagyok benne, hogy a tudásoddal mindenen úrrá leszel. A munkálatok elkezdődtek. Anne
lelkesen vetette bele magát a feladatba. Apja és a barátai rendszeresen látogatták a hét alatt. Majd a hetedik napon... Anne, gyönyörű munkát végeztél. Most elmegyek, de estére visszajövök. Megtennéd, hogy addig ellenőrzöd, hogy tiszta lett-e minden szoba? De Anne, ne feledd, sose lépj az utolsó szobába. Nagyon megharagszom, ha megszeged a parancsomat. Nos, akkor viszlát! Anne reszketni kezdett, miután Kékszakál távozott. Tudta, hogy csapda, de be kellett jutnia a szobába, hogy megtudja, mi történt az anyjával. Amint Kékszakál eltűnt, a lezárt szobához sietett, és reszkető kézzel benyitott. És amit ott látott, attól elállt a lélegzete. Az édesanyja és a másik öt eltűnt asszony feküdt, és aludt a benti hatágyon. Anyám! De ahogy belépett, a lába beleakadt egy zsinórba, és ő egy hordó vörös festékbe esett. Tetőtől talpig piros lett a ruhája, és a kulcscsomó is. De nem érdekelte. Anyám! Tudtam, ez a szörnyeteg rabolta el őket. Ő volt. De meghallotta Kékszakál kocsijának zörgését. Ilyen hamar visszajött. Anne gyorsan átöltözött, és megpróbálta letisztítani a kulcsokat, de sehogy sem sikerült. Anne, visszaadnád a pince kulcsokat? Ó, itt vagy. Már is? Anne, kérem a kulcsokat. Anne remegő kézzel visszaadta a kulcsokat. Kékszakál azonnal észrevette a vörös festéket. Nem engedelmeskedtél. Olyan vagy, mint a többi. Mégis miért zártad be őket ide? Anyád ugyanezt kérdezte. És látod, hogy mi lett vele? Tudod, hogy ki vagyok én? Nem lehetsz más, csak az ördög! Pontosan. És azzal Kékszakál széttárt a szárnyait. Nem csak ördög vagyok, de a földi halandók belső fényeinek gyújtópontja. Hét lélekre van szükségem. És én leszek a leghatalmasabb ördög. Minden mágikus lény és ti halandók engedelmeskedni fogtok. Te leszel a hetedik lélek. Ezért most, hogy itt vagy, következik a szertartás, ahol az enyém lesz mind a hét lélek. Csak ne olyan gyorsan, te ördög! Aha! Azt hitted, itt hagyjuk veled egyedül, Ant? Csak azt vártuk, hogy megmutasd az igazi arcodat. Kékszakál megpróbálta elvarázsolni Billit és Bót. De Ann felkapott két tálat, és iszonyú zajjal összeütötte őket. Hogy merészeled? Billy, hívd a tündéreket! A varázserdő beleremegett, ahogy a tündérek, a barátaik, Billy és Bo segítségére indultak. Kékszakálnak nem volt többé hatalma a bűvös erdő felett. Elfogták, és a bűvös bíróság elé állították.
A fogságban kék szakál minden varázsereje megszűnt, és az asszonyok visszatértek a családjukhoz. Köztük Enn mamája is. Drága Enn, te megmentettél minket! Nem, anya! Hogy hittél a mágikus lényekben, az mentett meg mindenkit! Bocsáss meg nekem! A mágikus lények voltak a barátaink, és akiknek hittünk, azok voltak a gonoszok. Jaj, hallgatnom kellett volna rád, de tudom, hogy neked volt igazad, nem szabad hinnünk a látszatnak. Miután az eltűnt asszonyok visszatértek otthonaikba, Ferura megkönnyebbült, és lakói összebarátkoztak a mágikus lényekkel. Tudták, hogy félreismerték őket, mert nem vették észre, hogy az, amit rossznak láttak, az jó, és hogy ami jónak tűnt, az gonoszság.